Üdvözöllek, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, félünk a sikertől? A válasz egyébként érdekes mód igen, tehát most nem eszembe neve a srácnak, ugye olimpiai bajnok lett, és azért rendeltek meg, tettek mellé pszichológus, hogy ezt a sikert fel tudja dolgozni. Tehát valamilyen oknál fogva, ugye az egész életünket gyerekkortól iskolában áthatja a kudarc. Valamit nem tudsz jól, kapsz egy egyes. Tehát igazán kudarcra nem azt mondom, hogy készítenek minket, de valahogy, hogy valahogy így a kudarcatják jobban az életünket. És amikor sikerrel találjuk magunkat szemben, akkor elkezdünk félni tőle. Tehát nem biztos, hogy megmerünk lépni dolgokat. És sok embernél pontosan ez is gát, hogy ezért nem vesz ingatlant. Ott van egy-két ismerős nekem, aki konkrétan van rá pénzzel is meséli, stb. Viszont mégsem mer lépni. Egyes nyilván ezek ilyen paradigmák, hogy nem mer lépni, de másik oldal az, hogy mi van, ha sikerül, mit fognak szólni a többiek, hányan jönnek kölcsön kérni, meg hadd ne soroljam. És ezeket a dolgokat érdekes módon nem nagyon tudjuk hát feldolgozni, lekezelni. Tehát nagyon érdekes dolog ezt megélni. Szerintem kicsit gondolja te is, hogy félsz el sikertől, akár anyagi, akár elkölcsi, teljesen mindegy, hogy hogy esnék. Mert nyilván mindenki szeret ugye a fényben állni és sülödni, viszont valamilyen oknál fogva egy picit, hogy jaj, mit fognak hozzá szólni a többiek, vagy mások mit szólnak hozzá, hát én ezt nem is gondoltam volna. Tehát nagyon-nagyon érdekes megélni. Bennem is megvolt, amikor például nagyon érdekes volt, karatéban döntőztem egy sráccal, életem a második, és miért? Mert már megelégedtem azzal, hogy ó, a második hely is már milyen jó. És abban a percben, amit te megelégszel valamivel, igazából ott már nincs az a fajta akkora nagy siker, mint ami igazából lehetne, mert most, ha teszem azt bármiben, mondjuk én ott döntőztem, tehát hogy akkora különbség azért nem volt köztünk, tehát azt mondom, hogy bírói döntéssel nyert a srác ráadásul, tehát nem volt itt akkora különbség, viszont ő jobban akarta a győzelmet, mint én, abban biztos vagyok, úgyhogy elkalapta egyébként előtte így utólag 100 évvel is, de lényeg viszont ez, hogy az ember egy picit fél a sikertől, hogy úristen, hát akkor nekem például egy küzdősport volt, akkor nekem itt mindenkit meg kell verni, hiszen én vagyok mondjuk akármilyen bajnok, hát akkor mi van, ha nem tudom. Tehát, hogy az ember fejébe cikáznak ilyen gondolatok, hogy bizony kicsit megijed a sikertől, visszahőkül, és ezért javaslom mindenkinek egyébként, hogy sportoljon, mert akkor legalább tudja, hogy ha sikert akar elérni valamiben, akkor legalább már tenni kell értem, hogy mit kell tenni, és az lemondás, meg kell fizetni az árát ezeknek a dolgoknak, akkor legalább ez tiszta. Viszont ettől függetlenül igenis félhetünk a sikertől. Úgyhogy amikor, és azért jók ezek akár ingatlan klubok, például egy ilyen mastermind csoport, ahol tényleg egy támogató közösség van, mert ők át tudnak ezen segíteni ezeken a dolgokon. Ugyanis, ha szerencséd van és jó emberekkel veszed magad körbe, akkor ők ezeket a sikereket, ami előtte egyébként társz, ők ezt már megélték. Tehát én is benne vagyok egyébként ilyen mastermind csoportban többen is, és pontosan ezzel az a jó, hogy akikkel vagyok, hogy ők írtak már könyvet, lásd ingatlanos álmok, de ők is írtak más témában, de például előttem járnak, és ez nagyon jó dolog, mert tudok kitől kérdezni, és ami problémákkal én szembe találom magam, ők azt már régen túl vannak rajta, leküzdötték, és mondjuk úgy, hogy sikerre vitték a saját frontjukon ezt a dolgot, és ezt javaslom neked is, hogyha például azért nem mersz ingatlant venni, mert hú, mit szólnak a szomszédok, mit szól a rokonság, hogy jó, a ingatlan mogul, meg igazán érdekes, mert ugye a rokonok, barátok tudat alatt a saját szintjükön akarnak téged tartani, és mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy úgy örülnek a sikerednek, ahogy te ezt elvárnád, és nem az, hogy beregetik a válladat, hogy ó, Csabika, de jó voltál, csak így tovább, és tényleg szurkolok neked, és akkor hajrá, hajrá, hanem ők a saját szintjükön akarnak tartani. Mit mondanak ezért? Hogy ó, pont neked, miért akarsz, te ingatlant, ó, ugye, hagyjál már meg. Hallottad a másiknak a csak bélői, hogy mindig, hogy elfutottak, ó, az az ember is bukott az ingatlanat, tehát csak negatív példákat fognak neked felhozni, és pontosan azért, mert
ők a saját szintjükön akarnak tartani, viszont téged tudat alatt érdekes ez a környezet és ez a közösség, beléd plántálja az, hogy egy kicsit félni fogsz a sikertől, mert több leszel, mint ők. És ugye ilyenkor van az, hogy esetleg barátokat kell váltani, mert ha elmész egy olyan közösségbe, akár most mondhatom ezt az ingatlan klubot, nyilván azokkal az emberekkel lesz kapcsolatod, esetleg baráti kapcsolat is, nagyon jó viszonyt fogsz ápolni velük, akikkel ott vagy körbe vagy véve, csak azért, mert van egy nagyon erős érdeklődési pont, ami közös érdeklődési pont, és könnyed, hogy a barátok, és igenis neked arra felé kell akkor elmenni, tehát úgymond lépned kell egy lépcsőfokot, ez nagyon-nagyon hát nehéz, ha mondhatok ilyet. Én nekem az élet azt adta meg egyébként, hogy aki barátaim voltak, hogy hú, menjünk inni, akkor kezdtem például a karatét 15 évesen, és akkor arra egy sportember nem iszik, és érdekes, hogy barátokat váltottam. Mikor jött a következő ilyen gócpont az életembe, ugye elmentem főiskolára, ott megint barátokat váltottam, tehát nekem az élet ezt valahogy megadta az, hogy relatíve könnyebben ment egyébként, mint az átlag embernek ezek a váltások, de neked is könnyen meg tudja adni az élet, főleg akkor, hogyha tehát van egy közös pont, lehet az egy modell szakkör, teljesen minden, hogy ti jó akarsz lenni, sikeres akarsz lenni, érdekel, akár még pénzt is tudsz belőle csinálni, hogy igenis olyanokkal veszem én is körül magam, akik marketingben jók, akik ingatlanban jók, tanulok tőlük, barátkozom velük, összejárunk, jó kapcsolatok alakulnak ki, baráti kapcsolatok alakulnak ki, és itt szépen az ember megy egyre följebb, mert akikkel ilyenkor barátkozik az ember, hogy elmegyek egy ingatlan klubba, és mindenki ingatlanról beszél. Ha most azt nézem, hogy van valakinek legalább egy tárolója, vagy csak egy garázsa, és most nem beszélünk olyan nagy dolgokról, családi házak tömkeleke meg ilyenek, mint akár nekem is, hogy akkor igazából oda akarok én becsatlakozni. És akkor csak azt nézem, ami lehet, hogy nem egy őrült, elérhetetlen dolog, mert nem az, hogy hú, legalább vegyek egy garázst, ami például, igaz? Úgyhogy ezek a dolgok nem rosszak, és ezek bizony át tudnak téged lendíteni, ezek a barátok, ez a környezet, az, hogy nem kell félned a sikertől, mert azt, ami, ahova te igyekszel, nekik megvolt, tehát nem is fogsz kitűnni a tömegből ráadásul, és egyébként ez nagyon megkönnyíti ezt az egész dolgot. Jó? Javaslom, olvasd el az Ingatlanos Álmok című könyvemet, és akkor további szép napot. Szia!